Sziasztok, ez itt a Bögre csatornán, Balázs vagyok, és a 41. résszel folytatjuk a Victoria 3 Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb a bajtuk. És azon gondolkoztam, hogy el kell kezdeni itt viszonyesegetni az autonómiájukat ezeknek a területeket, Uruguay, Brazil, Peru, stb. Mert hogy nem fogunk mindenkit tudni beintegrálni. A Uruguay most egyelőre simán csak Dominion, úgyhogy ő vele kezdjük egy autonómia redukálással. Ezt simán el fogják fogadni. Accept demands, jó, és akkor így most már ők báb állammá lettek. Brazil-Peru alapból báb állam. Na most ez nagyon izgalmas, mert az annektálás az viszont szerintem nem fog békésen bekövetkezni. Impact on the world goal base value plusz 1, tehát 1% esély van rá elvileg, hogy elfogadják. Nem tudom, tehát akkor most mindenképpen le kell őket rohanni. Nem érzem ezt annyira szerencsés helyzetnek, de hogyha meg kell, akkor meg kell. És akkor... hát Argentínával majd, hogyha lejár a béking, akkor tudjuk szintén ugyanezt megcsinálni. Most kicsit várok, hogy lekattogjon még az infamin, mert az most szép magasan van, hál' Istennek. Plusz reputable 21.9, oké. Okay. Plusz 25% from diplomatic mitigation. Akkor valahol 25-nél lehet a határ, nem is figyeltem. Szóval, ja, hogyha ezeket beintegráljuk, az nagyon jó lesz. Vagy hát nem tudom, jó lesz-e. Uruguay egyébként elég sok épület van itt, de egy jó részük teljesen fölösleges. Garantálom, hogy teljesen fölösleges egy jó részük. Csak nekik ugye minden gyártani, nem kell mindent gyártaniuk, de ők úgy döntöttek, hogy ők mindent gyártani fognak. Úgyhogy ez itt a probléma. Elég, most már lementem mínuszba. Még nem, következő héten megyek le mínuszba, de it's fine. Csak készüljenek el itt a szénbányák, és minden rendben lesz. Ah, durván le fogok menni mínuszba. De nem baj, itt tényleg nem gond. Néha le kell menni mínuszba. Minusz 45.9, miért nem mentünk még le, majd most fog lekatt... Ja, bocs, rosszat nézek. Principál, itt van. Minusz 174 ezer, oh shit, oké, ez elég sok. Dánok közben jönnek Rio de Janeiroba. Akkor erre nincs szükség, meg tudod mit? Erre sincs szükség. Készüljön el ez a... Egy kis 8 hét lesz, még ezek elkészülnek. Ez a három szénbánya már az is sokat segít, és aztán hozzuk vissza pozitívba a számokat. Jó, szerintem, hogy elég jó rendbe tettük ezeket a részeket. Jep, ezek rendben vannak. 12.7, nagyon jó. Brazil-Uruguayban egyébként az, tehát, hogy csak ezt a területet nézzük, akkor az életszínvonal 15.5, tehát felfelé húzzák abszolút, és ez jelent összesen 1,4 millió embert, most ugye az birodalmunkban 22.8 millióan laknak. Egyre jönnek, ott vannak a mass migrationok, szépen látszik, meg a hódítások, hogy mikor voltak hódítások, meg mass migrationok. Most ránézek a migrációkra, itt is van, akkor az van, hogy ide jönnek a dánok Rio de Janeiroba, hogy az Amazonashoz jönnek a portugálok, ami tökéletes, mert az Amazonason rengeteg munka lenne, csak nincs, aki dolgozzék. 22 ezer parasz hirtelen megjelen, na, nagyon jó. Akkor... Paper mill az maxon pörög, szuper. Rubber plantation, te hogy állsz? Olcsó, oké, okay, akkor ez maradjon is így. Ide kell egy új üzem. De milyen üzem kell ide? Munition plant? Ja, nem tudok építeni. Jó, akkor várjatok vele. Substance farmingban addig el tudtok éldegélni. Nem kell. 21.6, mert elkészült az minden építkezés. 44.5, jó, a 44.5 az azt jelenti, hogy ki fogunk kerülni a mínuszból 10 hónap múlva. És kb. A körül érdemes Brazil-Peru ellen megindítani, amit meg kell. 17 pont, plusz 4 a battery-nak száma, 3 flotta, nem gond. És akkor ennek kapcsán jut eszembe, ránézek a saját flottámra. Történt-e valami csoda? Ezek azok, amiket utólag hoztam létre. A harmadik brazil flotta. Itt van az Armada Nacional. Semmi. Semmit nem upgrade-el. Ki vagyok akadva ezen. Lehet, hogy már ti megírtátok, hogy miért nem is én tévedek, vagy én hibázok. Ez esetben elnézést. De szerintem nem. Szerintem a játék
bagos. És akkor most akkor csináljam azt, hogy így az egész flottát megsemmisítem. Mert csak az lehet, hogy törlöm ezeket, és aztán előről elkezdjük kiépíteni a flottát. Nagyon sok más megoldás nincs. Pedro Constant retires. The fuck are you? Ja, Trade Union vezetője. Industrial Organize is activated. A Trade Union az így számít egyébként. Influential. Hoppá! Az új vezetőnek köszönhetően. Itt vannak. Urban Vandenkolk a vezetője. Ő brazil nevű, én nem tudom, a szülei brazilok voltak, de simán lehet, hogy bevándorlók, és most már ő többedik generációs bevándorló. Azt mondja, hogy 27 éves, lehet, simán lehet. Corporatist, political operator, political strength-et ad, meg ambiciózus, nem tudom, nem tűnik olyan erősnek. De hogy kormányban benne vannak, nem nincsenek. National Liberation Alliance, Rural Folk és Trade Union. Itt vannak ők egy külön pártban. Ez a kormánypárt, hogy most 100%-os amúgy. Oké, okay. Milyen törvényeket tudnánk esetleg itt... mit lenne érdemes behozni? A proportional taxation-t abszolút érdemes lenne. Még ha a landownereknek nem is tetszik. Mert nagyon sok pénzt jelentene az államnak, és amúgy ez a legigazságosabb talán. Graduated taxation már az kiesést jelent az állam számára. Right of Assembly. Ez is jól hangzik. Csak ezek vesznek el autoritást, azokra most eléggé szükségem van. Protected speech, az is remekül hangzik, de vesznek el autoritit. Úgyhogy próbáljuk bevezetni a proportional taxation-t. Mágnások kiegyeznek vele, földbirtokosok majd megszokják. Na, csak ez volt igaz, igen. Jó. 35% esély proportional taxation. Man on the street. A petit bourgeoisie és az értelmiség ellentéte a kormányzatban gondokat okoz. Petit bourgeoisie-nak mehetne le a lojalitása, vagy az értelmiségnek mehetne le a lojalitása. Nagyon lojálisak mind a ketten egyébként. Menjen lejjebb az értelmiségnek. Volt egy kis időszak, amikor az értelmiség nem szeretett, de elmúlt szerencsére, úgyhogy most már megint nagyon jók vagyunk. Minden nagyon rendben van. Jó, ez rendben, ez is rendben van, minden nagyon rendben van, minden nagyon fantasztikus. Akkor ilyenkor szoktunk ránézni a piacra, és kiderül, hogy annyira mégsem fantasztikus minden, mint szeretném. Még mindig rengeteg szén hiányzik. Elkezdték a szén termelni? Hol is volt? Los Riosban, igaz? Nem. Araucániában? Nem. Patagóniában. Aha, itt van az 5 szénbánya. Maxon pörögnek. Hozzák be a szént, de ez még mindig nem az, amit keresünk feltétlenül. Itt lesz majd... kén, ha kéne. Oh, meg itt van 3 aranybánya. Mondjuk az aranyat azt nagyon ki kéne szedni. Tehát azt nem kéne hagyni, hogy aranybánya az ott legyen, és ne legyen kiépítve. 3 aranybánya. És úgy, hogy mínuszban vagyok. Éppen hogy, de mínuszban vagyok. Nem, most már pluszban vagyok. Plusz 47, és ez plusz 263 ezer van a tartalékban. Ez nem sokáig tartanak ki egyébként. Az aranybányák valószínűleg lassan készülnek, ezek ilyen 400 construction. Holy shit. És nagyon lassan épülnek, mert hogy itt ugye construction efficiency minus 58 a turmoil miatt. Hát meg az andok sem segít. De elsősorban a turmoil az, ami nagyon közben játszik. Tudom csökkenteni a turmoilnak a jelentőségét. De ahhoz az kell, hogy legyen. Kitaláltátok? Autoritém. Ugye ez itt a... Violent Suppression. Minus 56 State Penalties from Turmoil. De gyorsabban elkészülne. Az van, hogy ehhez 2 adót is kéne cancelöznöm, és aztán nem tudnám visszahozni őket. Szóval annyira nem jó ötlet. Oh my god. Oh my god! A második brazil flotta elkezdett upgrade-elni. Megjelentek a monitorok. Hogyan csináltad? Azért meghalt a vezetőd? Ha ez kell, akkor van egy ötletem. A másik is csinálja? Az Armada Nacional? Nem. Oké. Okay.
Lehet, hogy van köze ahhoz, hogy új vezetőt kaptak. Ez nagyon érdekes. Most nagyon érdekes. Hogy áll most így a military shipyard? Hát még mindig nem tud százon pörögni. De alakul. Embereket vesz föl, tehát jó a bevétele, jó a heti mérlege, az úgy rendben van. Jó, sure, whatever, tehát akkor valószínűleg bugos, de úgy tűnik, hogy ki tud bugzódni. Hogy el tud múlni a bugosság, nem tudom, hogy mondjam, hogy így érthető legyen. Lesz egy orosz-porosz háború? Na várjatok, itt már van egy háború. Egy Amerika versus Spanyolország. De ez nem az osztrák-porosz háború. Spanyol Kubát akarja. Amerika. Dél-Kamerunt, Kongót, Scániát, Göttalandot. És a German Leadership. De ez az. Ez benne vannak. Dél-Kamerunt akarja. A másik, Danish West Indies, Louisiana és Pueblo liberálása. Ez izgalmas háború. Azt, és egyelőre nyerik a spanyolok. Mi a másik háború az oroszok? Ez nem az, akkor az oroszok miben vannak most benne? Láthatóan semmi fontosban. Ki most már nem szállítunk a spanyoloknak manóvárakat, de talán nem is kell. Mi a helyzet ezekkel az utakkal? Vas behozatal? Eltűnt. What? A Radical Expansion. Turmoil-t okoz a Radical Party. Hát ezek ilyenek. Expand even further. Mert hogy ugye azt mondjuk, hogy kéne... Ez nem konkrétan háborúra vonatkozik, igaz? Hogy te? Those who profess to favor freedom and the education are people who want the cross without plowing the ground, want rain without thunder and lightning, they want the ocean without the roar of its many waters. Kiváló. Corrientesben nőne a radikálisok száma, de szerintem azt meg tudjuk engedni, és 20%-kal nőne a lendülete a radikálisoknak. Mondjuk választás van? Ó, 15 nap, akkor lepauzoljuk. Úgy néz ki, hogy a radikálisok 49%, a Nemzeti Liberációs Szövetség 42%. Ez még elég magas. Adjunk már hozzájuk egy kis momentumot, mert ez nekik kéne nyerniük. Feminizmus kioldva. Na, most már akkor lehet, hogy el tudják kezdeni támogatni a nőjogokat. Talán. Mindjárt kiderül. Most az, hogy választás közben van ez a Proportional Taxation vita, ez annyira nem ideális. Sponsorshipben vagyunk ragadva még mindig. Na, 4 nap múlva választás. Újra kíváncsi leszek ennek a választásnak az eredményére. The Art of Doing Nothing. Interest Group Attraction. Enactment Success Chance. Nem nagyon halad ez a dolog. Vagy Emilio Brass veszíthetne a népszerűségéből. Oké. Okay. Rural folk, amúgy sem akarom, hogy erős legyen túlságosan. Megvolt a választás. Most nézzük az új kormányt. 67%. Oké, ez nem a legerősebb. De hogyha koalícióba menne a Radical Party és a National Liberation Alliance, akkor ez egy 88-as legitimációt jelentene. Ez ugye az első olyan választás, ahol mindenki szavazhat. Ez egy hatalmas kormány egyébként. Szerintem ideológiai pendőt nagyon durván bejátszik. De próbáljunk ki egy ekkora hatalmas kormányt. Francisco Escobar vezetésével alakul meg ez a kormány. Mindenki meg az anyja is benne található. És akkor most jött az aranybánya. Megépítjük az aranybányát. Így leesik a bevételem mínusz 25-re. 15 hét alatt elkészült, tehát ez nem lesz nagyon vészes. Oké, most a mínusz 38. De nem lesz nagyon vészes. It's fine. Majd admin központokat kell még építenünk. De ez rendben lesz. Ez teljesen rendben lesz. Hogy állnak az... Ez az amerikai háború nagyon érdekel, hogy ennek mi lesz a vége. Hú, fej-fej mellett halad a két hatalom. 39-41. Ez Amerika indított ezt a háborút, nagy rész Kubáért. De kis rész Kongóért, Dél-Kamerunért. Még kisebb rész Scániáért, Göttalandért. Scániáért?
Göttalandért? Nem tudom, miért Greenlandot néztem. Scania. Scania Kingdom of Sweden-ben található. Van egy ilyen occupation szám. De érdekes, eddig az nem volt itt. Ne tűnj el, hogyha rád akarok kattintani, haver. Oké. Okay. Jó, most már van egy ilyen is, ami jelzi, hogy mennyire lett elfoglalva az adott terület. Á, itt van. De érdekes. Oké, okay, hogy nem tűnik el. Vagy nem azonnal. Hát ez tök jó. Ez tök jó, ez tetszik. Visszatérve, tehát hogy Scaniát akarja, mert Dánia csatlakozott az USA ellen, de ennek a protektorátusa. Ha. Izgalmas. Amúgy ott tett a választás a proportional taxation-nek, mert 64% most már a sikerarány. Minden másnak nem tett jót. De ennek az egy dolognak jót tett. Szóval GG. Pénzem az van, sőt szerintem elég is lesz az aranybányák felhúzására. Szerintem van most még amúgy kimaradva construction pontom, úgyhogy ezt arra fogjuk használni, hogy építsünk oda, ahol sok paraszt van, mondjuk ide. Pár government admin épületet. 5-öt? Ah, lehet, hogy azt túl pusholom. Itt nincs sok paraszt. Itt sincs sok paraszt. Succession movement growing. Patagónia szeretne külön válni. Oké. Okay. Ez mit jelent gyakorlatban? Ott van. Csak Patagónia? Ezek a gyakorlatilag a chileiek. Így ezek, ezt a pontot ezt nem tudjuk megállítani. Tehát, hogy ez háború lesz. Ez nem tudunk mit csinálni sajnos. Fantasztikus mechanika. 4 hónap alatt fellázadnak. Nem tudunk mit csinálni. Valószínű volt. Amúgy tehát ez, mondtam, hogy ettől kicsit tartok. Közben megkötött a béke a spanyolok és az amerikaiak között. Sajnos nem tudjuk meg, hogy mi a békének az eredménye. De valószínűleg egy fehér béke történt. Nem látom, hogy, hogy területi változás lett volna. Szóval mondjuk azt, hogy fehér béke volt. Jó, akkor viszont mozgósítani kell a hadsereget, nem? Egy részét mindenképp. Mondjuk ezt a 23-asat lehet mozgósítani. Ja, nem tudjuk mozgósítani. Mert még nincsen Diplo Play. Ugye automatikusan ki fognak válni, ami fantasztikus. Most, hogy megépítem, és el fognak még készülni ezek? Nem igaz? God damn it! De ő befejezi. Ő befejezi az elindított építkezéseket. Remélem, hogy nem cancelezi, mert nagyon közel vagyunk hozzá. Konkrétan egy hét a különbség. 71. Success will lose. Azt hiszem más terület nem csatlakozik hozzájuk. Ja, csak annyi. Az ott. Lol. Patagónia külön vált. Jó, hát ez akkor most egy Diplo Play, vagy ez ott a Diplo Play. Jó. Akkor ők nem lesznek túl sokan valószínűleg. Ez a 21-es, ez elég lesz. Mapuche Uprising. És akkor amit ők behúztak, az Los Rios, ami amúgy egy elég jó terület. Tehát az jó választás volt, tehát függetlenül azt én kérem vissza. Arra még szükségem lesz. Nem tudom, van-e hadseregük egyébként, szerintem nincs. Nincs. Oké, okay. Hát akkor annyi elég is lesz. Vasszak egy gyors háború, ezt kivéve akkor nem lesz gyors háború, hogyha valaki besegít nekik. De azt hiszem nem fog. Protective, cautious, nem fog senki segíteni nektek, haver. De azért jó, hogy most egy kicsit így piszkáltatok, meg mit tudom én. Oké, ezt kicsit túltolom most az építkezéseket, de nem baj. Egy kicsit baj. Jó, ez nem kell. Ez készüljön el 20 hét alatt, megint lemegy negatív baj, de mindegy is. És amint lezárul a polgárháború, és amint visszamegyünk pozitívba, akkor Brazil-Perút be kell integrálni. Ez a következő napirendi pont, ez a következő feladat. Self-propelled torpedoes. Torpedo boat military unit. Aha. Értem. Hogy? Megnézem, hogy alakult közben a flottám. És akkor meg tudjuk nézni, hogy.
második flotta elkészült, teljesen felupgradelt a monitorokat, az Ironclad-eket. Az Armada Nacional az továbbra sem hajlandó semmit csinálni. Kezdtem azt mondani, hogy ez egy szándékos mechanika, de akkor, ha igen, akkor az olyan ostoba mechanika. Not gonna lie. Oké. Okay. Military Shipyard az mindig nem az igazi. De amúgy alakul. És... mit akartam megnézni? Ja, tudom, torpedók, persze. Torpedók. Akkor a harmadik flotta kapjon. Itt van, nagy háború van Európában. Ó, nem tudok torpedók. Torpedóbóc, ez az. Lightshipeket tudok felfejleszteni torpedóbótra. Ami azt csinálja, hogy Ironclad és Explosive. Ó, Explosive-ot biztos, hogy gyártanunk kell pluszban. Szóval itt van egy ilyen nagy hírig. A svédek versus Lübeck. A svédeknél ott vannak az oroszok és a spanyolok. Lübecknél, hát Finnország, Holstein, Dánia, Schleswig. Ez elég egy oldalúnak tűnik ez a hírig. Az a szifilis lett a Hessuin Peix Sotto, 6. brazil hadseregnek a tábornoka. Petit Bourgeoisia, ők amúgy eléggé kedvelnek, de nem akarom kockáztatni, mondjon csak le szépen a haver. Miért lett minusz 79 a bürokráciám? Na mindegy. Kapsz egy új tábornokot, aki értelmiségi. Oké. Okay. Mikor tör ki a háború? Vagy hát mikor mehet a felszabadító seregünk? 21 ezer ember, napokon belül igazából. Ez a 89 bürokrácia, ez nem tetszik, ugye ezért is épülnek itt a bürokratikus hivatalok. Remélem a legjobb technológiával. Igen, Standardized Filling Cabinets, az fantasztikus. Philanthropy, ennek, ja, a Proportional Taxationhez tartozik. 20% enactment success chance, vagy pedig Standard of Living. Ó, mindenképpen. Filantróp módon oldjuk meg ezt a problémát. Na, mehetünk közel Mapuche ellen. Annak örülök, hogy nem vesztettük el a frissen szerzett területeket, mert akkor lehet, hogy... Hogy mi? Miért írja Incorporated State-nek Patagóniát, meg Araucániát? Amúgy elvesztettünk egy területet, Los Rios-t. Ott zajlott a magvasítás. De közben... A Trade of General Institution... Aha, oké. Okay. Szóval azért, mert ők fellázadtak, ezért automatikusan inkorporálta? Instant inkorporálta? Mert az elég menő bug. Tehát befejezte a magvasítást. Migration Attraction... most nézem, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy csak úgy tűnik, de amúgy még mindig a régi számokkal számol. De nekem úgy tűnik, hogy ez rendben van. Tehát így fogta, és akkor így azt mondja, hogy be van magasítva, haver, kész vagyunk, we're done here. Nem tudom, hogy. Azt sem tudom, hogy Patagonia nevében miért csak az egy terület lázadt fel. Itt valami nagyon funky spagetti kód dolog történhetett. Közben érdekel, hogy government admin az elkezdett ki embereket felvenni, és igen, elkezdett. Abba hiba nincs. Csak még ez elég lassan halad. Itt nincsenek egyetemek. Szóval lehet, hogy azt majd kell építeni. Santiago-ba érkeznek az észak-hamburgiak. Nem, csak a sima hamburgiak, bocs. Santiago. Miért nem lehet ilyenkor ezt lekattintani? Ó, oh, ide. Oké, okay, az ott... nézd ott már, hogy laknak sokan. Mondjuk csak 568 paraszt. 148... 14 ezer munkanélküli. Hát ez akkor szóljál, azért segítünk. Vasbányára például mindig van igény. 15 ezer munkanélküli, ez kemény. Kikötőkre is mindig van igény. Government administration-re is mindig van igény, csak most ugye negatívan voltam.
De még talán ez belefér, mert itt nincsen olyan nagyon minuszos módosító. Hát van valamennyi. Minusz 8.6, oké. Okay. Whatever. Csak ezek 13 hét alatt így el fognak készülni. Jó, oké, okay, ez rendben van. Mindjárt véget ér ez a felkelés. Szerintem ezt így lehet is ezeket, ezt a sereget mobilizálást megszüntetni. Jó, oké, okay, ők hazamentek, akkor őket nem kell most már fenntartani. Annyival is kevesebb pénzünk fogy. Amíg szépen ez lekattog, mert már sok feladata nincsen, csak lekattogni. Most azon gondolkozom, hogy megpróbáljam-e a flottánál, az Armada Nacionalnál valahogy visszavonultatni ezeket a tábornokokat, de nem fognak neki örülni, az a baj. Veszítünk egy csomó pontot, tehát ilyen approval, vagy ami, nem tudom, valami ilyesmit veszítünk azzal a értek csoporttal szemben, ahol aki adta őket. Proportional taxation 75%-os supportra átment a votingba. Az mondjuk jó lesz, mert az sok pénzt fog jelenteni. És az lehet, hogy alapból pozitívban leszünk, hiába építkezek. Jó, az aranybánya, az közben... Az így megy? Így mindenki oda ment dolgozni? Elég sokan mentek oda dolgozni, de nem mindenki. Tehát, hogy azért nem mindenki, sokan mentek oda dolgozni. Még mindig van 6000 paraszt, aki nem képződött át. Ezt a fishing wharf-ot lehet, hogy bezárom. Mert gyakorlatilag nem osz, nem szoroz. És akkor felszabadul 3000 ember. Jó, bezárom. És felszabadul 3000 ember, aki mehet az aranybányába. Kapitulált mapuche. Jó, na most akkor ezt megint be kell magvasítanom. Los Rios-t. Ja. És a többit? Azt nem. Ezt megkaptuk ingyen. Akkor ez így végül is megérte. Persze ez visszaesett, nem tudom, 10%-ról 1%-ra. De ez alapból egy 5 éves projekt. Ezek még ilyen 20 éves projektek lettek volna. Szóval azért nagyon nem mindegy. Ez nagyon jól jön, hogy ez most így egy dolog lett. Ez a bug, ez elég nagy szerencse kérdése volt. Nézem, hogy akarok-e explozívot. Plusz 88 szén. Nem, most egy olyan jó lesz így. United Kingdom started a conquer state diplomatic play against Japanese Empire. Mit akarnak a britek elfogadni a japánoktól? Ryukyu szigetet. De miért? Miért? Miért pont azt? Kingdom of Sweden has achieved the national unification bringing together Norwegian, Icelandic, Swedish and Danish people under one banner. GG! És akkor így megszűntek az amerikai csicskása lenni? Az szép. Finnek mit csinálnak? Ja, tudom mit csinálnak. Zajlik ez a hamburgi shit. Jó, akkor most a Skandinávia az létrejött, a Skandinávia, és így már nem a britekhez tartozik. Azt szeretné Japán, hogy segítsen őket a háborúban? Biztos, hogy nem. Nincs az az Isten, hogy a britek ellen menjek én. Ami izgalmas, hogy viszont itt van egy Kingdom of Denmark, ami Grönland. Szerintem a teljes Kingdom of Denmark. Ez hány ember? Hány ember lakik Grönlandon egy átlagos kedden? 23000. Capital State, Kingdom of Denmark. Jap, a dánokat száműzték. A dánokat konkrétan kidobták a Skandináviából, legalábbis a dánok egy részét, és ők mentek Grönlandra, és most már ők grönlandok. Hát ez nagyon izgalmas. Micsoda időket élünk, ugye? Na, jó van, akkor térjünk vissza itt a dolgokba. Nagyon szépen felpörgött a bürokrácia. Nagy részt azért, mert már nem magvasítunk, de kicsit mégis, szóval... It's fine. És akkor azt mondtam, hogy Brazil-Perut kell anektálni, és meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Most ha szépen lekattogott az infomi, szóval ebből nem lesz gond. Itt is pozitívan még nem vagyunk, mert mindig építkezek. Talán, hogyha ez a proportional taxation átmegy, akkor felmegyünk pozitívba, de erről se idézetek. Több mint minusz fél millió font. Még várjunk már meg ezt a proportional taxation dolgot. 9 nap van hátra addig. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül elsőre. A szavazás. 74% esély van rá, tehát sikerülnie kéne. Több függetlenül tovább is kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e. Mindjárt meglátjuk. Aranybányát feltöltöttétek már... Jó, megvan a proportional taxation. És lehet, hogy rosszul olvastam a számokat. Nem,
Nem, jól olvastam a számokat, plusz 4-re felmentünk. Jó, cool. 25 ezer meg is van, ahogy ez ígérve volt, ahogy meg volt írva. Ez esetben most már pozitívban vagyok, és nem sokára még pozitívabb leszek, hogyha ezek elkészülnek. Úgyhogy simán anektálhatjuk Brazil-Perút. Erre fog sok jönni a következő epizódban. Tartsatok velem akkor is, találkozunk legközelebb. Sziasztok!